Gémesi György egy nagyon régi motoros. A rendszerváltás óta politizál, nem csak hogy Gödöllő polgármestere, de az MDF egyik vezetője is volt. Szeretném megkérni Gémesi Györgyöt, hogy egy picit foglalja össze ezt az elmúlt 20-25 év küzdelmét. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök, és szeretettel köszöntöm az UK.hu ezt az eseményt követő nézőit is. 25 év azért az sok, tehát, és az annál picit több, mert nem 25, hanem 28-at kezdem. Én 88-89 magasságával kezdtem politikával foglalkozni. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy eljöttek. Nekem valahogy a gimnázium környékén jött ez a gondolatom, hogy a politikával szeretnék foglalkozni, azonban akkor még nem kimondottan a nagy politikával vagy pártpolitikával, hanem én tudatosan választottam a szociálpolitika szakot. Egy fél órán keresztül kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Én azt hiszem, hogy a mind a három kérdés igazából arra keresi talán a választ, hogy hogy lesz itt kormányváltás, és előjöttek programelemek, összefogások, minden. És ott kell lenni a mindennapi életben. Higgyék el, másképp nem megy. És ebben egymásra vagyunk utalva. Tehát nem fog menni másképp, tehát mi ketten nem fogunk tudni mindenhova eljutni.